Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Miskolcról. Live, megálló, tehát ott látszik is. És most lesz egy vonalra járás megint, pedig az egykori lakodó felé vezető ágát fogom bejárni a kisvasútnak. Ez egy rövid, kb. Másfél kilométeres bejárás lesz, hogy egykor itt az átmenő vágány tovább jött, és itt ezen a földúton, illetve ott, ahol most a járda van, azon a nyomvonalon ment tovább. Ez még abból az időből épült ki, amikor még főleg teherforgalomra használták ezt a kisvasutat, és ott a Ládi lakodónál volt kapcsolata a nagyvasúttal. Ott a falakodás 1991-ben szűnt meg a kisvasúton, legalábbis a nagyvasútra felhordás terén, és ezt a vágányt itt 1994-ben bontották el. Ugye gondolom szorgalmazta az MVK is, hogy akkoriban már a bontást, hogy a keresztet ki lehessen szedni a villamos vágányokból. És akkor már három éve nem használták, tehát végig is az egész vonalat felszedték. Szóval úgy tudom, hogy vannak tárgyi emlékei, tehát a Szinva-patak hídja az most is megvan. Meg van ott még egy patak valahol, és ugye a Szinva-patakból kiágazó egyik ilyen mellékága, és annak a hídja is megvan. És egészen a Ládi rakodóig fogunk most menni, és a másik bejárás pedig majd az egykori 4-es villamos, ami Bulgárföldnél ágazott ki, bejárása lesz, mert annak a végállomása is ott van. Tehát én is mind a kettőt megpróbálom bejárni. Nézzétek, eddig primán lehetett követni a vasutat, mert itt jött. Szerintem egyébként pont itt a járdánál. De itt egyenesen tovább ment, csak közben beépült a környék, itt nem tudom követni, viszont itt mellett el tudok menni, ezt megpróbálom. Elmegyek ezen az utcán, és akkor megpróbálok oda visszajönni. Szerintem a Szinva-pataknál vissza lehet, ha máshol nem. Azt nézzétek, az volt a kis vasútnak a hídja a Szinva-patakon. Van mellette egy másik, egy gyalogos híd. Hát megpróbálok azon a hídon átmenni és követni a vasútnyomonát, nem tudom, sikerül-e. És egy kicsivel arrébb egy olyan 7-800 méterre van még egy híd. Szerintétek, hát ez volt a kis vasút hídja. Szóval innen már egyértelműen látszik, hogy itt mentek át a sinek, és az egyik gyaloggyáda valószínűleg régebben is megvolt, a másik meg ide épült azóta. De ez volt egy kis vasút hídja, és ott ment egyenesen tovább a nyomvonal. Hát nem tudom, mennyire lehet itt követni majd, ameddig lehet, addig követem, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát haladunk tovább, bár a vasút az nem itt ment, hanem ott a fák mögött a töltésen, csak ott gazosabb egy kicsit. Úgyhogy most itt megyek mellette. Hát már mindjárt megpróbálok visszamenni a töltésre. Itt valahol lesz még egy híd, azt mindenképpen meg kell találni. Bár szerintem az meg lesz, mert valahol át kell menni azon a patakon is. Na ezt nézzétek, ez volt az egykori vasúti nyomvonala. És itt errefele folytatódik tovább. És itt lesz valahol az a híd, amit a térkép jelzett. És itt van a töltés. Itt jött egykor a vasút, és ugye itt átment, itt nagyjából ott, ahol most az zebra van. És itt ezen az oldalt ment tovább. És valahol itt ott már a Ládi rakodó van, szerintem a kanyar után. És itt vagyunk még mindig a kis vasútnak az egykori töltésén. És itt van a híd. Már ami maradt belőle. És innen már a Ládi rakodó jön hamarosan. És akkor nagyjából itt volt egy elágazás. Egyébként eddig lehet a kisvasút itt. Egy ág menti a Mexikó Völgyi utcán felfelé. És a következő pedig ott arrafele a Ládi rakodóhoz. Na, addig most nem megyek el, mert már minek. 4-es villamosra egy kicsit vissza kell menni. Hát Ládi rakodó amúgy sincs sok látnivaló valószínűleg. Bár ugye azt hiszem a rakodás ott még van, de ugye a kisvasúti már régóta nincs. És errefele is volt még egy szárnyvonal, de azt már a 30-as években, az 1930-as években elbontották, mert túlságosan meredek volt a vonatoknak. Itt volt valahol egykora, valahol ezen a környéken volt a végállomása a 4-es villamosnak. Még az is lehet, hogy ez a régi rozsdásodó bódé is még ahhoz tartozott. Ugye itt két vágány, egyébként egy vágányú volt a vonal végig a kiágazástól, itt volt egy kétvágányos végállomás. A vonal pedig 1964-ben indult, és kifejezetten erre, hogy itt az ipartelepre a munkásokat ki tudja hozni. Ezt azért is építették, viszont nem él sokáig, mert 12 éve később, 1976-ban meg kellett szüntetni a rossz pályállapotokra hívott. Legalábbis arra hivatkozva szüntették meg, de hát valószínűleg az így is volt.
és a 9-es busz vette át a szerepét, azt szerintem még most is jár, de majd mindjárt megnézzük. Aha, itt van a 9-es busz. És azóta is ezt pótolja. Mondom, ez a busz megállói, ez a beálló, és szerintem ez volt a villamos ilyenkor. Igen, akkor ez valószínűleg nem csak a kisvasút hídja volt, hanem itt ment át a villamos is. Hát ugye egy végül is egy keskeny, meg egy normál nyomtávnak kellett itt elférnie, az nem egy nagy vasszizdat. Tehát szerintem itt volt a két híd egymás mellett, és hát ugyanaz a nyomvonal akkor nagyjából az is. Hát szerintem ez volt a kisvasútnak a töltése egykor, és itt mellette ment a villamosvágány. És errefele ment egyébként a villamos. Itt, ahol a villanyvezeték megy, itt ment mellette. Hát de ezt nem tudom, hogy lehet-e követni. A kerítés mellett megnézem, ha nem, akkor meg ott a mellékutcába kell menni, ott van egy utca befele, ami nagyjából arra megy. Hát meglátjuk. Most nézzétek, a 4-es villamos hídja a színván. Bizony, hát beépült már a nyomvonal, úgyhogy azon nem tudok tovább menni. Ott a két kutya. Ez a két kutya között ment a nyomvonal, mondhatni. Nézzétek, ezek betonaj. Tehát ez lehet, hogy a villamosból származik, és egyébként itt volt a töltés, csak most elsétálok itt az utca végéig. És így egyenesen jött a pálya. Elmegyek az utca végéig, ameddig tudok, mert ugye ott nem lehetett ott azon a dzsumbujon átvágni. Vagyis hát lehet, hogy megoldható lett volna, csak ahhoz milyen vonalbejárósan kellett volna öltözni. Akár lehet, hogy némi szúrósak átszolom be, stb. Keresztül verekedve magad. Sikerült volna, de hát ez most ugye nem úgy készült, hogy még vonat is fog bejárni, csak ilyen spontán jött. Ezért ez most elmaradt, úgyhogy inkább kerülök. Hát itt. Arról jött a villamos, és itt jött egyenesen. Tovább itt. Az ország már akkor is annyira be volt építve a környék. Csak még itt nem volt itt nem volt megálló azon a környéken, azt hiszem. De majd ennek mindjárt utána nézek. És egyébként az is érdekes volt, hogy 14 perces követéssel járt, amikor műszakváltás volt a gyárakban. Egyébként jóval ritkábban, és vasárnap egyáltalán nem közlekedett, tehát ez egyértelműen a munkás járatnak épült már akkor is. Pá. Itt is van egy pár betonaj. Hát lehet, hogy amikor itt felbontották a villamosvágányokat akkor. De ez nem azonnal történt meg, de erről majd mindjárt mesélek később, hogyha már meg kicsit közelebb érek a kiágazáshoz. Hát nagyjából itt volt a vágány. És ott már látszik a megálló, plusz ott mennek a villamosok, tehát a kiágazás is ott van. És igazából ez a szakasz, ami nagyon sokáig megvolt. A 90-es évek végén is még megvolt a vágány, mert ezt még használták ilyen kihúzó vágányként, amikor Diós György stadionban mes volt, ami egy nagyobb rendezvény, amikor várható volt, hogy majd sokan mennek vissza a villamosra, akkor tartalékszerelvényeket lehetett itt tárolni, amivel ugye lehetett sűríteni ugye a rendezvény végén a menetrendet. Hoppá, nézzétek, az egy felső vezetéktartó oszlop. Tehát így már tényleg nagyjából megvan, hogy hol volt. Aha, akkor ezt egy kicsit be is néztem, mert valahol itt lehettek a csinek, hogyha ott van az oszlop, és ott még az is látszik, hogy ott a vezetéktartósozban is rajta van. Tehát bizony akkor valahol itt ment. Itt voltak a sinek. De ugye egy év az meg is maradt, annyit meghagytak. De véglegesen a 2010 és 2011 között bontották el, mikor elkezdték építeni a felső majlátig a hosszabbítását az egyes villamosnak, illetve a felújítás akkor kezdődött el. És akkor kiszedték a vágány kapcsolatot. És gyakorlatilag itt ezt a megmaradt vágányokat is elbontották, mert ugye azért maradtak itt még meg az oszlopok, mert idáig még megvoltak a sinek. Hát ideig lehetett kihúzóként használni. És itt ennél az oszlatnál jól látszik, ugye ott ezt tartotta a vezetéket, tehát itt kellett a sineknek mennie. Hát ebből már sajnos semmi nem maradt. Vagyis hát azt talán egy kis ágyazat maradvány, nem. Nem ágyazott maradvány, csak falevél.
az oszlopokat meghagyták, gondolom, az enni nem kért, meg kell mocadás lett volna kiszedni. Ilyen sineket meg valószínűleg tudták hasznosítani, meg még a betonaljakat is. Hát nagyjából ennyi, és akkor mindjárt ott lesz az ív majd hamarosan. Ezt nézzétek, itt még megvannak a sinek. Hát valahogy eddig körülbelül. És ott épült egy kerékpárút, ez nem olyan régen épületett, és ugye ott is látszik a sín. De majd ezt mindjárt, hogy a közelebb érek, megmutatom. És ahogy látjátok, itt a sín, és az újonnan épült bicikliútba is beletették. Egy rendesen terelő sínnel, mindennel. És bizony ez az az ív, amivel megmaradt, ennyi semmi több. Ha mindjárt kicsit közelebb megyek, akkor megmutatom, hogy hol volt a becsatlakozása. És igen, ennyi. Hát. Ott ment egy ívvel, ott, és utána itt egyenesen tovább egészen a Muhi utcáig, ahol meg ott a tálgombi. De vásárna és köztes megállója nem is volt, 5 perces menetidővel közlekedett Bengálikkal, és itt lehetett rá felszállni, és egészen a Tatárdombi végállomásig ment. És hát ennyi itt volt még a vágány kapcsolat, de azt mondjuk a 2011 után szedték ki. És hát akkor ez ennyi, ez egy ilyen dupla vonalbejárásról pont adni két rövid miskolci. Hát és egyébként még a kisvasútnak voltak szájvonalai egyébként, és ami majd egy hosszabb videót igényel majd. Ugye volt még a Dorottya utcánál a másik irányban is egy kiágazása, meg ugye Mahózától Farkasgödörig is, hát az majd egy hosszabb projekt lesz, mert ott arrafele sincsen semmilyen tömegközlekedés, tehát az akkor lehet bejárni, amikor van mahózai különvonat, és utána még azért Farkasgödörtől vissza is kell gyalogolni úgy, hogy még vonatot elérjek, vagy különben még Mahózától is gyalogolni kell lefele. De talán egyszer majd ez is sikerül. Ennyi, köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és akkor vagy majd lesz végén nem is korszaj pár videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!